Gondosan előkészített kiállítás várta az érdeklődőket a múzeum könyvtárában augusztus közepén. A nyári táborban született munkákat lehetett ott megtekinteni. A gyerekek büszkén vezették körbe hozzátartozóikat és mesélték el, milyen módon készültek el a remek művek. Volt itt festménnyel díszített ládikó, karkötő vagy éppen cigány horoszkóp agyagból. Az alsó tagozatosok boldogan osztották meg velünk, hogy a kézműves foglalkozáson túl mi minden történt velük a múzeum táborában, és nekik melyik program tetszett a legjobban. Fűztünk egy karkötőt, ami így néz ki, és vartunk egy kis táskát, meg egy lovat. A varrás, a fűzés, és az, hogy elmentünk a német színházba. Megmutatták, hogy a ruhákat, a cipőket, és elmesélték, hogy hogy szokott működni az előadás. Nekem, ami a legjobban tetszett, a mozizás volt, meg a kiándulás. Hoztak az emberek vizet kint a folyóról, milyen köcsögökbe, hogy vasaltak. Gábor János Áron gitárjával érkezett a záró eseményre. A Kiskece lányom című dalt adta elő. Azt mondja, autodidakta módon tanulta meg a hangszer használatát. Nekem leginkább a széke és a sváb nemzetiség tetszett. A táborozók közül akadt, aki diósípot hozott, más elővette a furujáját, fuvoláját a közös előadáshoz. Tudniillik, a táborban még erre is volt lehetőség, ami egyébként nem szerepelt a hivatalos programban. Véletlenül derült ki, hogy a zenei érdeklődés is közös a gyerekekben. És behoztam a hangszert hétfőn, és mondták többen, hogy akkor ők is behoznák a hangszerüket, mert ezt nem terveztük, hogy lesz valami kis megnyitó, de mondták többen, hogy behozzák akkor ők is a hangszert, és akkor két napunk volt, hogy összeállítsunk valami kis programot. Ez volt a harmadik táborunk. Korábban volt már a Babits Mihály emlékházban, ott Rubányi Anita kolléganőm vezette a táborot, és a Vármegyeházán ott pedig Binder Borbála kolléganőm vezette a tábort. Ez volt a harmadik táborunk. 14 gyerekünk volt, és az én táboromban itt a Tolna megyei nemzetiségekről volt szó. Minden nap egy másik nemzetiséggel ismerkedtünk meg. Hétfő volt a sárközi református magyarság, fölmentünk a református templomba, énekeltünk, gyöngyöt fűztünk, kedd volt a székelyeké, a bukovinai székelyek napja, Bonyhádra mentünk, egész nap ott voltunk a székelyházban, Lőrinc Etel és Illés Tiborné segítettek nekünk, foglalkozásokat tartottak nekünk és meséltek nekünk, táncoltunk. Szerda volt a német nap, Hucker Veronika kolléganőm csinált nekünk előadásokat és egy sétát a városban, és a német színházban voltunk, a német színház pedagógusa végig vezetett minket a színházon. Csütörtök voltak a szerbek, Grábócon voltunk a szerb templomban, Fuchs Márta kolléganőm vezetett minket végig. Túráztunk Szálkáról Grábócra, utána pedig visszabuszasztunk. És ma volt a cigányoknak a napja, ma pedig meséket néztünk, mesét hallgattunk, zenéltünk, és agyagoztunk. A cigány zászlót készítettük el, és a cigány horoszkópáját készített el mindenki. Én szerintem elérte a célját, mert az volt a cél, hogy megismerkedjünk egy kicsit a nemzetiségekkel Tolna megyében, és hogy kicsit megismerjük a kultúrájukat, elfogadóbbak legyenek a gyerekek. Szerintem sikerült. Úgy láttam, hogy elég jól ismerik, akiknek valami nemzetiségi hátterük van, de akiknek nem volt, ők is nagyon nyitottak voltak mindenre, és ők is ismertek jó pár dolgot. Mint megtudtuk az intézmény vezetésétől, a múzeum nyári táborát hasonló tematikával és lelkesedéssel jövőre is megrendezik. A gyerekek azt mondták, ők biztosan ott lesznek.